Csontsűrűség, vércukorszint és vérnyomásmérés, egyebek mellett ezeken a vizsgálaton vehetett részt az, aki ellátogatott a Köfén művelődési házba szombaton. A városban hagyományosnak számító ingyenes szűrőnapok egyre népszerűbbek, mondja a város egészségügyért felelős tanácsnoka. 2011 óta rendszeresen végezzük ezeket a szűrővizsgálatokat a különböző városrészekben, és ebben a minden évi programban kizárólag a Covid tudod minket megakadályozni, de azóta ennek elmúltával is folytatjuk, és ez országosan egyedülálló. Én nem tudok még egy várost, ahol ilyen rendszerességgel hétvégenként az aktív lakosságot is bevonva, mindenkinek a saját lakóhelyéhez közelítve bonyolítják ezeket a szűrővizsgálatokat. Az ilyen szűréseken előfordul, hogy komolyabb betegséget fedeznek fel, és további vizsgálatokra van szükség. Ilyenkor célirányosan egy-egy szakorvoshoz tudják irányítani az érintettet. Békési Ferencné, a városrész új önkormányzati képviselője örömét fejezte ki azért, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és jelentkeznek a vizsgálatokra. Nagyon remek rendezés, évek óta történik ez az egészségszűrő vizsgálat, és egész korán megkaptuk a lehetőséget, hogy itt a Köfém művelődési házba történjen ez az egészségszűrés, és érdeklődtem, ugye 14-ig volt a jelentkezési határidő, és bizony, ha jól tudom, már egész koránra betelt a jelentkezési létszám, úgyhogy érdekli az embereket, fontos az embereknek az egészségükre való odafigyelés. Az önkormányzati képviselő minden korosztályt kortól és nemtől függetlenül arra biztatott, ha most nem tette volna, vegyen részt a legközelebbi szűrőnapon saját egészsége érdekében.